A Műszaki Egyetem aulájában több mint 3000 egyetemista jött össze, hogy meghallgassa Marosán György elvtárs államminiszter, a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkárát. Előjáróban szeretném önöket megkérni arra, hogy amit mondani fogok, vigyázni nagyon kényesen, hogy minden feküdjön, amit mondok, álljon a lábán, a tényekre fogok inkább támaszkodni, ne helyeseljenek, hanem áldozzanak rá 2 vagy 3 napot, estét, és önmagukban gondolkozzanak el azon, hogy igaz-e az, amit én mondtam. És ha igaznak tartják, akkor ám fogjanak hozzá cselekedni. Nem minden diák ellenforradalmár, nem igaz? Állítjuk, hogy a diákok túlnyomó többsége, becsületes, tisztességes, ember és családból származó gyerek, tanulni akar, diplomát akar szerezni. Szeretném itt a diák barátaimnak megmondani, hogy október 23-a az munkanap és tanulási nap. Magam fogok eljönni a műegyetemre megnézni, hogy a diákok a helyükön vannak-e. Mert ha mi munkások dolgozunk, a helyünkön vagyunk, akkor nektek tanulni kell, mert minden pénzünket beleölünk ebbe. És aki nem lesz a helyén, nem tudja igazolni, hogy beteg, azt figyelmeztetni fogjuk, hogy 15 000 diák maradt kint, akit nem tudtunk felvenni az egyetemre.